A Magyarországi Német Énekkarok 10. országos fesztiváljának nyugati régiós minősítőjére 2024-ben Szekszárdon került sor. Tolna és Bács-Kiskunvár megye német nemzetiségi kórusait a Babits Mihály Kulturális Központ látta vendégül. Hosszú évek óta egy kiváló hagyomány, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ is helyet ad a német nemzetiségi kórusok minősítő rendezvényeinek. Ez idén is így történt. Ez a negyedik alkalom a nemzetiségi kórusok között, hogy bemutathatják tudásukat, és most már itt a negyedik alkalom után a nagy izgalom következhet, ugyanis kiderül, hogy kik jutnak abba az országos döntőbe, amely már novemberbe kerül sorra. Szekszárdon ez nem is lehet kérdés, hogy a német nemzetiségi hagyományok ápolása, legyen az szó zenéről, táncról, kultúráról, nyelvoktatásról, mindig is kiemelt fontosságú volt, és reméljük ez így marad a jövőben is. Éppen ezért nagy szeretettel adunk otthont az ilyen jellegű rendezvényeknek. Nálunk egész évben beszélhetünk arról is, hogy akár az iskolai svábbálok, a német nemzetiségi egyéb más fellépések, tánctalálkozók, hamarosan itt a Pünkösdi Fesztivál, ahol szintén láthatunk kiváló csoportokat. Tehát ez nem egy egyedi alkalom, hogy egy ilyen eseményre sor kerül. A kórusok hiteles szakmai visszajelzést kaphatnak énektudásuk, előadásmódjuk fejlesztéséhez. Az Országos Kórus Fesztiválon a minősítőkön aranyfokozatot elnyerő kórusok vehetnek majd részt. A minősítő rendezvény az énekszekció első alapító elnöke Kreisz Ferenc annyit mondott a minősítésekről, hogy egy valamire való kórusnak 3 évente biztosan minősülnie kell. Bár ez meg kicsit furának tűnhet, hisz az autót visszük mindig tűvre műszaki vizsgára 2 évente, vagy ahogy a gyártó előírja, de ez a kórusoknál is fontos. A minősített énekkarokból a legjobbak ősszel meghívást kapnak a kórus találkozóra, a kórus fesztiválra, ami ebben az évben Vecsésen kerül megrendezésre. A Vecsési Fesztivál az a kórus találkozó, ahol a fesztivál díjat nyerhetik el. Egyik minősítő rendezvényünk sem a versenyről szól, hisz mindenki egy tükröt kap arról, hogy ő a szabad idejét milyen minőségben áldozza, szenteli a mi ének-zenei kultúránknak, és itt aztán a legjobbak pedig Vecsésen találkoznak, és közülük csak egy díjat kap valaki, az pedig a fesztivál díj, és ott dől el az is, hogy a Magyarországi Németek Országos Rendezvény az LDU gálán mely kórusok képviseltethetik az adott régiót vagy a magyarországi németséget a következő 3 évben. A német nemzetiséghez tartozó kórusok fontos szerepet játszanak a hagyományok ápolásában és a kulturális örökség megőrzésében. A zene mellett közösségi szerepet is betöltenek a tagjaik életében. A német nemzetiségű kórusok hatékony eszközei lehetnek a hagyományok ápolásának és a közösség összetartásának. Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Róna Józsefné kórusa vagyunk Bonyhádról. A környék német nemzetiségi dalait gyűjtjük össze. Németül is énekelünk, és svábul is énekelünk. Most is hasonló lesz a repertoár. Lesz benne német ének is, és sváb ének is. 45 éve működik a kórus, 34 tagunk van, és nagyon szeretünk énekelni, ez fogja össze a csapatot. Ezért most már 45 éve éneklünk együtt. Én nem a kezdete óta, talán a második évbe kerültem a kórushoz. Az Országos Minősítő Fesztivált idén novemberben rendezik meg Vecsésen.